Július közepe óta készülnek az új szezonra nyíregyházi tekézők, akik a Kárpát-kupán már élesben is tesztelhették formájukat. A korábban megszokott sorsolási rend alapján úgy számoltak fintáik, hogy a Szolnok ellen kezdik majd el a bajnokságot. A szövetség azonban változtatott, új szisztéma szerint alakította ki a párosításokat. Mindig az előző évek helyezése alapján osztották ki a sorszámokat, és ebbe az évben úgy döntött a versenybizottság, hogy teljesen megkavarja ezeket a sorszámokat, és akkor alapból lettek kihúzva. Egyedül az Zalaegerszeg egyes sorszámát, mint bajnokként megkaphatta. Külön kérés volt még a nemzetközi kupákban érintett csapatok részé, hogy az első négy fordulóba lehetőleg ne találkozzanak, úgyhogy ezt is mindenképpen figyelembe kellett venni a versenybizottságnak, úgyhogy nagyon érdekesen alakult a sorsolás pillanata. Azonban számunkra ez nem befolyásoló tényező volt igazából. A Nyíregyházi Teke Klub a 7-es sorszámot kapta a kalapúzásból, és ahogy kialakult rögtön a sorsolás alapján, rögtön az első mérkőzésünk, tehát egy nagyon fontos mérkőzése kell, hogy kezdjük a Kaposvárral, míg a másik fordulóban a BKV előrével kell majd találkoznunk. A sors azonban úgy hozta, hogy mégsem a Kaposvár ellen kezdik majd a szezont a nyíregyházi tekézők. Egy héttel eltolódik számunkra a bajnoki rajt, mivel a Sáris kupa egy héttel eltolódik a sárisi nemzeti ünnepük miatt, végülis a Sőgyárnak a nemzeti ünnepe miatt, és arra szervezték át a Sáris kupát, és a számunk nagyon jól jött, mert így akkor a Kaposvárra le tudjuk halasztani azt a mérkőzést, amit rá egy hónapra fogjuk majd lejátszani Kaposváron, és bízunk benne, hogy akkorra már igencsak felkészült állapotba tudunk érkezni, és nagyon szeretnénk már ott végre egy meglepetést okozni, és hogy még ne legyen vége a csavaroknak, így a BKV előre is kérte, hogy ne Nyíregyházán kezdjen a bajnokságban, hanem felcserélhessük a pályaválasztói jogot, és így alakulhatott ki, hogy valójában szeptember 10-én vasárnap a BKV előre otthonában kezdjük majd el a bajnokságot. A nyíregyházi csapathoz kapcsolódó hír, hogy térműtétje után elkezdte az edzéseket Szlovenszky Tibor, aki a szezon későbbi szakaszában léphet majd pályára bajnoki mérkőzésen.